kérdés. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a második hullám mondjuk elején vagyunk a koronavírus kapcsán. Az Alaszentgyörgyi Egészségügyi Központ működése most éppen milyen fázisban, hogyan van? Nagyon köszönöm a kérdést, és szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy valóban, hogy második hullám, vagy még az előző, az első hullámnak a folytatása, ez egy szakmai kérdés, de ennek a gyakorlati jelentősége nincs. Most azt javasoljuk az egészségügyi központnak a szakellátás igénybevételének a feltételei a következőképpen. Először is preferáljuk, javasoljuk az időpont kérés során, hogy telefonon kérjenek kérjen a lakosság időpontot a vizsgálatokra, lehetőleg időpontot a recepciós két telefonszáma keresztül. Azt is kérjük, nagyon fontos, és hangsúlyozzuk, hogy a megadott időpont előtt 10 perccel jöjjenek a betegek vizsgálatra. Nem érdemes előtte jóval eljönni, mivel az intézményben csak az 5-10 percen belül fogják őket engedni, viszont itt kint változik az időjárás, hidegebb lesz az idő, és nem garantálható, hogy itt kellemes lesz a várakozás. A másik, amit javaslunk, hogyha valaki lázas, vagy köhög, vagy felsőlégúti tünetei vannak, hogy elsősorban telefonon vegye a kapcsolatot a kezelő orvosával, és ne jöjjön közvetlen szakvizsgálatra. Ugyan tudjuk most, hogy a recept felírása ismét, tehát elektronikusan fog maradni tovább. Továbbra is javasoljuk, hogy az igénybevételkor a maszk viselete szinten minden 6 év feletti lakosnak az intézményen belül kötelezőnek tartjuk. Ami még nagyon fontos, a bentebb várakozás során mi biztosítjuk a megfelelő másfél-két méteres távolságot is, azt javasoljuk betartani. Ugyanúgy szólunk a védőnő szolgálat igénybevételkor is, a tanácsadás vagy látogatás, ugyanazok a feltételek fognak érvénybe lenni, tehát gyakorlatilag holnaptól. Bevezetjük azt a triázs nevű, vagy checkpont az intézmény előtt, tehát mint korábban az intézmény ajtaja fizikálisan zárva, de csengő is van, de ott van a fizikálisan, erre szakembert biztosítunk 17 óráig minden nap. Milyen egyébként a vírushelyzet a szakember szemével? Van-e szengróton esetleg megbetegedés, tudunk-e ilyesmiről? A vírus, vagy a COVID-19 betegség a tegnap esti adat szerint, ugye az amerikai egyetemnek az adatai szerint 25 millió beteget vagy azonosított fertőzött van jelenleg, és 851 ezer ember halt meg a betegségbe. Magyarországon ugye azt tudjuk, hogy szombat-vasárnap egy kritikus állapot volt, sokkal magasabb betegszámot azonosítottak, mint április 10-én, tehát az első időszakban április 10-e volt a legmagasabb, és most szombat-vasárnap voltak sokan. Ismereteink szerint Zalaszentgyörgyön nincsen, tehát COVID-19 pozitív azonosított ember, karanténben vannak betegek, ugye, mint ahogy tudjuk, hogy a hatóság bevezette azt az elvárás, hogy a Magyarországra belépő magyaroknak 2 hetes önkéntes karanténbe be kell vonulniuk, tehát van karanténben lévő ember, de pozitív nincs. Várhatók-e esetleg további, mondjuk a tavaszihoz hasonló intézkedések, szorítások? Úgy néz ki most, hogy lokálisan minden tehát egészségügyi szolgáltató belátása szerint a helyzetet mérve hoz intézkedéseket, és várjuk a központi intézkedést. Sajnos, mivel várható az őszi időszakban az influenza megbetegedést, hogy itt fog keveredni, hát az influenza és a
és a COVID-19 betegség, és akkor klinikailag nem lesz könnyű elkülöníteni, de mi egyfelől van nekünk egy járványhelyzet, válsághelyzetkezelésre vonatkozó ajánlásunk, illetve az infekciókontroll ajánlást, tehát aktualizáltuk jelenleg. Tehát minden intézmény fog vezetni bizonyos intézkedéseket, amíg nem kapunk újabb intézkedési tervet a hatóságtól. Az Alaszentgyörgyi Egészségügyi Központ fel van-e szerelve, el van-e látva a megfelelő védőfelszereléssel? Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, tehát a válasz egyszerűen igen, tehát a fenntartó támogatásával gyakorlatilag fertőtlenítés, védőeszköz, ruházatunk, minden. Tehát az előző időszakból szereztünk tapasztalatot, és elegendő mennyiséget beszereztük, de ez önerőből, tehát a fenntartó támogatásával.